Folytatjuk már is a mai témát, és ahogy a szünet előtt említettem, azzal fogjuk folytatni, amit Szijjártó Péter bejelentett. Ugye Brüsszelben van jelenleg is a külügyminiszteri tanácsülésen, és azért kell erről beszélnünk, mert hogy sajtóhírek szerint úgy volt, hogy a múlt héten a kormány még ellenezte, most viszont támogatta a kormány az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányoknak a növelését. Nézzük, hogy ezt mivel indokolta Szijjártó Péter. Magyarország nem támogatja a fegyverszállításokat Ukrajnának, de nem akadályozza meg, hogy az Európai Unió újabb 500 millió euró értékben küldjön fegyvereket Kijevnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az uniós külügyminiszterek tanácskozásán. Szijjártó Péter az ülésszünetében tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, mielőbbi békére van szükség, ezért Budapest semmit sem támogat, ami az eszkalációhoz vezet. Hozzátette, akár már a hét második felében nyilvánosságra kerülhetnek az Oroszországgal szembeni 10. szankciós csomag részletei. Mi magyarok közvetlen szomszédként, Ukrajna közvetlen szomszédjaként a saját bőrünkön tapasztaljuk a háború azonnali és súlyos hatásait, ezért is alapvetően a béke teremtésre és a béke kötés lehetőségeinek megteremtésére koncentrálunk. Ellentétes az érdekeinkkel minden olyan döntés, amely a háború meghosszabbításához vagy potenciális eszkalációjához, továbbterjedéséhez vezethet. Ezért nem tartjuk helyesnek, nem tartjuk jó ötletnek a fegyverszállítások fokozását. Ugyanakkor nem akadályozzuk az Európai Unió erre vonatkozó döntésének végrehajtását. Kezdjük akkor ott, hogy ugye olyan úgy tűnik, mintha két ellentétes állítás mondana egyszerre a külügyminiszter. Az egyik, hogy ellentétes az érdekeinkkel, és nem támogatjuk, ugyanakkor nem akadályozzuk. Ez a kettő, ez belefér így egyszerre? Hát ha normális világban élnénk, akkor nem. Tehát, hogy egy külügyminiszter azt mondja, hogy mi semmi formában nem akarunk ebbe involválódni, teljesen ellentétes a magyar érdekkel. Előtte a miniszterelnök arról beszélt, hogy mi se jó oldalra, se rossz oldalra nem állunk, hanem csak a magyar oldalra. Majd utána a magyar külügyminiszter pedig támogatja azt, hogy intenzifikálják a fegyverszállítást és növeljék ennek a mértékét, amiről előtte elmondja egy 20 másodperccel, hogy ez egyébként meghosszabbítja a háborút, eszkalációhoz vezet, tehát teljesen világos, hogy egy olyan kommunikációs helyzetet kellett neki megoldani, amit lehetetlen megoldani. Előtte azt mondják, hogy nem fogják támogatni, aztán végül valamiért mégis úgy döntött a miniszterelnök, hogy Magyarország támogatja ezt a döntést és megszavazza. Belefér ez a kettő egyszerre? Ön hogy látja? Belefér persze, nyilvánvalóan. Ugye kis jó indulattal azt mondanám, hogy az első fele az a tárgyalásoknak a taktikája, amikor megpróbáljuk az érdekeinket maximálisan érvényesíteni, második fele pedig a tárgyalások vége, amikor eldőlt, hogy mi történik. Ugye ez egyébként nem egy szokatlan dolog, ha megnézzük a NATO-t, amelyik elég hatékony döntéshozó szervezet. Ugye a NATO-ban is úgy történik, hogy az történik, hogy hoznak egy döntést egyhangulag, akár még erről a híres 5. cikkelyről is, de abban nem kötelező mindenkinek részt venni a végrehajtásban, és nem kötelező pontosan ugyanúgy részt venni. Többen vagyunk, akik már régen azt mondjuk, hogy az Európai Uniónak is ahelyett, hogy a egyhangú meg a többségi döntéshozatalnak a vitájában, a mocsarában süllyedne, inkább ezt a módszert kellene választani, és egyébként de facto ez is történik. Egyébként ugye elég komoly összegről van szó, ugye egy újabb 500 millió eurós fegyverszállításról van szó. Egyáltalán megakadályozhatta volna ezt Magyarország, vagy tényleg csak kommunikációs formulákról beszélünk itt, hogy egyszerre, tehát hogy nem az érdekünk, de mégsem fogjuk megakadályozni. Ennek a megakadályozása nem magyar érdek. A sajtótájékoztatón több téma felmerült a magyar kisebbségek helyzetével kapcsolatban, és a héten bevezetendő, vagy már tárgyalandó 10. szankciós csomag. Igen, mindjárt beszélünk majd arról is. Most egyelőre a fegyverszállításokra. Az biztos, hogy vörös vonal lesz. Ez a fegyverszállítás, tudjuk, hogy 10 éve fekete bárányok vagyunk az Európai Unióban, amióta a Nemzeti Patrióta kormány kormányoz.
elnök úr tudja, hogy a politikában és a diplomáciában kell kompromisszumokat kötni, de én azt gondolom, hogy ez nem mond ellent a korábbi nyilatkozatoknak, hiszen Magyarország továbbra sem fog fegyvert szállítani Ukrajnának. Tehát akkor mi a különbség, hogy nem szállít fegyvert, de támogatja a fegyverszállításokat? Akkor ez két egymástól különböző dolog? Legyünk már pontosak. Magyarország nem szállít fegyvert, azt gondolja, hogy ez nem jó ötlet, ezzel lehet vitatkozni, meg egyetérteni, meg egyet nem érteni, de azt, hogy mások is lesz tegyék, azt nem akadályozza meg, hiszen ez pontosan annak a fordítottja lenne, amit mi mindig visszautasítunk, hogy ők mondják meg, hogy mi mit csináljunk. Ugye mi sem mondjuk meg akkor, hogy ők mit csináljanak. Igazából ez akkor lenne igaz, hogyha nem ellentétes kommunikációt folytattak volna. Tehát a szavaknak azért mégiscsak kellene, hogy legyen jelentősége a politikában is. Tehát azt mondjuk, hogy átlépjünk rajta túl, eddig azt mondták, hogy nem most, meg úgy döntöttünk, hogy igen. Szerintem ez rávilágít arra, hogy az Orbán kormánynak a mozgástere azért szűkül ezekben a kérdésekben. Teljesen világos, hogy van egy kommunikációi hazai használatra, és egyébként pedig Orbán Viktor megpróbálja nem megbontani az európai egységet, mert pontosan tudja, hogy az is egy vörös vonal, hogyha ezt a fajta európai egységet megbontja a magyar miniszternek, vagy éppen a NATO-ban a közös döntéshozatal kapcsán, megpróbálnak elmenni ezen a mesdjén, és valószínűleg azt mondják, hogy bizonyos keretek között, hogy otthon mit mondanak a politikusok, vagy milyen butaságokat beszélnek, vagy mit hazudoznak, az az országnak a saját dolga, ebben nem szól bele az Európai Unió. Akkor azt hittem, hogy hozzá szeretne még valamit. Oly mindehez. Én azt gondolom, hogy pont a magyar külpolitika alapja a kölcsönös tisztelet és a bizalom. És ez tényleg nemzeti hatáskör, teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy mire kérne fel minket a NATO főtitkár, vagy az Európai Bizottság elnöke, von der Leyen asszony, hogy milyen fegyvert adjunk Ukrajnának, milyen pénzügyi támogatást. Mi nem mondhatjuk meg, hogy a balti államok, Lengyelország vagy a NATO részéről az Egyesült Királyságban, az Európai Unióban Németország hogyan támogatja Ukrajnát. Mi ebben nem szólunk bele, épp ez a külpolitikánk lényege, természetesen szeretnénk, hogyha mi dolgainkba se, és a nemzeti hatáskörbe se szólnának bele a partnereink. Nézzük akkor a szankciós csomagot. Ugye az előbb már célzott rá, hogy ez egész biztosan ugye vörös vonal lesz. Itt ugye a tizedik csomagról beszélünk, egyébként erről is említést tett Szijjártó Péter ezen a sajtótájékoztatón, és ugye azt mondta, hogy ennek a részleteit meg várható is, hogy ugye rövidesen bejelentik. Azt mondta, hogy a magyar álláspont továbbra is az, hogy a szankció zsákutca, nagyobb kárt okozhat nekünk, mint az oroszoknak. Ugye ezt régóta kommunikálja a kormány, csak éppen ugye ugyanitt tartunk, hogy ugyanúgy megszavazt ezeket. Ugye erről már sokat beszéltünk, próbáltuk ezt is helyre tenni, hogy nem az érdeke, ellentétes a magyar érdekekkel mégis megszavazza. Most ezt nem fogja megszavazni a kormány? Ez most egy jóval súlyosabb következménnyel járna a teljes magyar lakosságra. A magyar-orosz nukleáris együttműködés, ami 40 éves, lehet, hogy nem tökéletes, ebben sem vagyok szakember, de az biztos, hogy Magyarország energiatermelésének, a jelenlegi energiatermelésének az 50%-át Paks adja, és a teljes magyar felhasználás 30%-át Paks adja, és a következőkben ugye ezt szeretnénk bővíteni, ezért indult el a Paks 2 beruházás. Tehát olyan szankciós csomagot biztos, hogy nem fog elfogadni Magyarország, ami az energia biztonságát Magyarországnak csökkenteni, ezeket az érveket azért korábban is hallottuk, a korábbi szankciós csomagok esetében is. De meg is védtük, hiszen az olaj is érkezik, és a gáz is érkezik. Tehát sikerült megoldani azt a problémát, amit, mivel az a fizikai infrastruktúránkat örököltük, nem mi találtuk ki, hogy a druzsba vezetéken onnan indul, ide érkezik, illetve hogy a versenyképes áron a gázt megkapjuk, amit 2021. szeptember 27-én egy 10+5 éves szerződést kötöttünk a Gazprommal. Ezeket a szerződéseket
a magyar ipar versenyképességének az alappillérét jelentik, plusz a lakosságnak feltétlenül szüksége van. Ez megint nem politika, nem ideológia, ez pragmatikus gazdasági kapcsolat. Magyarország elítélte a háborút az első nap, az ENSZ-ben is, mindenhol, de egyelőre erre azonnali alternatíva nincs. Én nagyon remélem, hogy kiváló magyar tudósok 5 év múlva, 10 év múlva találnak olyan molekulát, amivel ezt megoldjuk. Na, térjünk vissza akkor a 10. szankciós csomagra, hogy vörös vonal lesz ez, vagy itt is nagyjából arra lehet számítani, hogy amire korábban a korábbi szankciós csomagok esetében is Magyarország részéről. Nekem nincs vélem, fogalmam nincs, mi lesz a 10. csomagban, fogalmam, arról nem szabad spekulálni, meg rengeteg. Ugye azért itt elég sok minden konkrétum már elhangzott. Igen, ez is spekuláció. Hát azt mondja, hogy ha az lesz benne a csomagban, akkor én ezt nem szeretem, és várjuk meg. De akkor honnan tudja a kormány, nem fogja megszavazni ezeket? Mert a kormánynak sokkal több információja van, hogy milyen csomagot készítenek elő, és a kormánynak nyilván ebben állást kell foglalnia, már az előkészítés folyamán is, meg a döntéshozatalnál is. Nekem a kommentátornak, az elemzőnek akkor lesz majd erre szerepe, amikor tudom, hogy miről beszélek. Uh-huh. Bocsánat, csak annyi még egy mondat, hogy ma Brüsszelben, ugye idén volt az első külügyminiszteri tanácsi ülés, Szijjártó Péter tisztelettel nem is felhívta, kérte a kollégái figyelmét, hogy vegyék tudomásul, illetve tiszteljék azt az álláspontot, amit korábban elmondtunk az olaj és a gáz szankcionál, Magyarország földrajzi adottságai és természeti adottságai nem teszik lehetővé, hogy azonnal diverzifikáljuk az energiapolitikát. Ezért mi ebben a döntésben nem tudjuk támogatni. Ha még nem is lesz ilyen szankció, akkor is szerintem diplomatikus előre tájékoztatni a partnereinket, hogy mi ebben nem tudunk az Európai Unió tagállamai mellé állni, és azt is jelezte ma a miniszter, hogy amit ma Kuleba külügyminiszter javasolt Brüsszelben, többek között ezt javasolta, a nukleáris anyagok együttműködés szankcióját több európai uniós ország a támogatásáról biztosította. Én azt gondolom, hogy ebben a magyar kormánynak nem nagyon van mozgástere, hiszen a paksi atomerőmű orosz fűtőanyaggal működik. Ezt nem lehet megváltoztatni, egy olyan technológia van, amit így nem lehet kiváltani. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a magyar kormánynak, hogyha akarnak, akkor se tudna együttműködő lenni, hiszen valóban ez energiabiztonsági termelés és sok minden más kérdéseket vet föl. Különösen egy olyan helyzetben, amikor egy energetikai válság van, akkor az energiabiztonság szerintem egy kiemelt prioritás. Amúgy is az, de talán ilyenkor még inkább mindenki odafigyel, és talán a lakosság is jobban figyeli az ezzel kapcsolatos eseményeket. Tehát én azt gondolom, hogy én az olajszállításoknál is azt gondoltam, hogy ez a fajta magyar meghatározottság, hogy nincs tengerünk, csak csövön érkezik hozzánk az olaj, ez Magyarországot egy bizonyos pályára teszi. Lehetett volna, azon lehet vitatkozni, hogy mit tehetett volna a kormány az elmúlt 12 évben, hogy ez a függőség csökkenjen, meg hogyan kellene esetleg a paksi atomerőművet, már második ütemet megépíteni ahhoz, hogy ne ilyen függőség erősödjön, tehát ne az orosz kitettségünk növekedjék, de most ezt tegyük egy pillanatra fél, ez egy másik műsor témája lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a magyar kormánynak nem hiszem, hogy van más mondani való, vagy egy más lehetőség, hogy más mondjon, mint hogyha olyan szankció kerül az asztalra, ami ezt a fajta működést, tehát a paksnak a biztonságos működését veszélyeztetek, én sem gondolom, hogy mást mondhat a magyar kormány, mint hogy köszönjük szépen, ezt nem kérjük, és ezt nem tudjuk támogatni. Ebben lehet sokféle megoldást találni, hogy az olajnál is lehetett megoldást találni, átmeneti mentességet lehetett kapni, sok minden mást is. Szerintem valamilyen ilyen irányú megegyezés felé fog haladni a kormány, tehát ebben kivételesen azt mondanám, hogy én se tudnék más mondani, hogyha egy ilyen szankciós csomagról kellene beszélni. És mivel ez egy racionális érvelés, nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy el is fogják fogadni. Így van. A pénzügyminisztérium ma kiadott egy közleményt a gazdaság állapotára vonatkozóan, és tulajdonképpen ott is hát megismételték azt, amit egyébként a kormány korábban már hangoztatott, hogy tulajdonképpen a gazdasági folyamatokért is az elhibázott szankciók a felelősek. Már is látják a nézők egy idézetet innen, az orosz-ukrán háború és az arra adott elhibázott brüsszeli szankciós válaszok alapjaiban írták át a tavalyi év gazdasági folyamatait.
A kormány a kialakult válságban is folytatta 2022-ben a munkáják védelmére és a családok erősítésére épülő gazdaságpolitikát. Ennek köszönhető, hogy a szankciós válság ellenére a gazdaság teljesítménye éves szinten 4% felett növekedett, a foglalkoztatottak száma 4,7 millió fölé emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig 4% alatti, tehát ez a pénzügyminisztériumnak a közleményéből származó idézet. Hogyha ennyire súlyosak tényleg a gazdasági szankciók és a következmények, akkor ezt ilyen értelemben hogyan lehetséges akkor, hogy mégis ilyen adatokat produkál a gazdaság? Ugye sokan keresték már erre a választ. Ez a gazdasági válság több, mint gazdasági válság. Nem annyira gyors és azonnal érzékelhető és értékelhető, bár az infláció szempontjából igen, mint például a 2008-2009-es nemzetközi pénzügyi gazdasági válság, ahol mondjuk mínusz 9%-os volt a 2009 első negyedéves GDP csökkenésünk egy mély repülésben. Azt gondolom, hogy az elmúlt év és már az azt megelőző a koronavírus okozta energiaválság hosszabb távon fog megjelenni a magyar vállalkozásoknál is, és a világgazdaságban is. Szerintem mindannyian érzékeljük, ha bemegyünk a boltba, érzékeljük azt, hogy minden sokkal drágább, az infláció ugye az egekben van, a rezsiköltségek nagyon nagy mértékben növekedtek, önkormányzatok, stb. Nem is akarok ebben a részletbe belemenni, de hát ezt nagyon-nagyon érzékeljük. Két dolgot szögezzünk le. A gazdasági válságnak körülbelül a fele függ össze a háborúval. Ugye, amit abból is lehet például látni, hogy az olaj meg a gázárak ma már a háború előtti szinten, vagy az alatt vannak. Tehát sok minden más oka van. Erről másokat kéne megkérdezni, én nem vagyok gazdasági szakember, vannak elképzeléseink, de az nyilvánvaló, hogy ez egy másfajta, tehát egy sokkal összetettebb dolog, mint az, hogy a háború miatt van infláció meg gazdasági válság. Második dolog, hogy ezek a mutatók, tehát például ez a 1,5%-os növekedés és hát az inflációt kivéve, mert az egy óriási nagy eltérés, de ez alapvetően beleillik az Európai Unió átlagába. Az Európai Unió átlaga is körülbelül 0,5-1,5% körüli növekedést fog mutatni. Ugye, mivel Magyarország minden ellenkező híreszteléssel szemben nagyon mélyen be van ágyazva az Európai Unióba, ebből adódóan ugye nálunk se lesz egészen más. Ami nálunk problémás, ugye egyrészt az energia ellátás nehéz, és ezért ugye ez is kihat a számlára, hogy megnövekszik az energiaszámlánk. Annak ellenére, hogy a nyersolaj meg a földgáz nem drágult meg, sőt most ugye lefelé mennek az árak, és hát ezeknek az összefüggéseknek a következtében van olyan hihetetlenül magas infláció Magyarországon, mint amilyen van. Ezekkel foglalkozni kell, akár folytatódik a háború, akár nem. Legalább azt a részét, ami nem a háborúnak a következménye, azt le kell dolgozni. Egyébként ezt mondja is a kormány, hogy aztán mennyire komolyan fogjuk venni, hogy le kell dolgozni a jövő év végére egy számjegyűvé az inflációt. Ő nem azt jelenti, hogy jövőre egész évben egy számjegyű lesz, hanem hogy jövő decemberben egy számjegyű legyen az infláció. Ugye ez egy teljesen jogos célkitűzés, azt gondolom, és nagyon jogos elvárása a lakosság részéről is. Én a pénzügyminisztériumnak a közleményére egy másik közleményük jutott az eszembe, amikor a Fitch Ratings, egy hitelminősítő intézet, az leminősítette Magyarországot, akkor az állt a pénzügyminisztériumnak a közleményéből, hogy a Fitch Ratings továbbra is befektetésre alkalmas országként javasolja Magyarországot. Igaz, csak éppen egy leminősítés után. Ez kimaradt a pénzügyminisztériumnak a közleményében. Tehát érdemes talán ezt is figyelembe venni. A másik, hogy két jegybank elnök is világosan elmondta, hogy mi okozza a magyar gazdaság problémáit. Azért érdekes ez, mert az egy volt jegybank elnök Surányi György például, egy másik pedig a jelenlegi jegybank elnök Matolcsy György világosan elmondta, hogy amiről professzor úr is beszélt, hogy a magyar gazdaság alapvető problémáit nem a szankciók és nem a háború okozza. Természetesen ez rátette egy lapáttal, súlyosbította a helyzetet. De például itt nem esett szó a forint tudatos gyengítéséről az elmúlt években. Ki gondolta, hogy 400 forintos államhatárként kezeljük, hogy mennyi ideig tud alatta lenni a forint-euró árfolyam.
De én emlékszem korábban, amikor a magyar miniszterelnök is még arról beszélt, hogy a gyenge forint az gyenge kormányt is jelent, aztán nagyon fordult velük a világ. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy kommunikációs harc zajlik, a kormány megpróbálja a választási kampány, közeledő Európai Uniós önkormányzati választási kampány miatt azt súlykolni az emberek fejébe, hogy mi nem vagyunk felelősek semmiért, mi minden tökéletesen jól csinálunk, csak azok a fránya szankciók meg a háború, ha az nem lenne, akkor minden ilyen szuper lenne. Ez konkrétan egy hazugság, az ellenzéknek az lenne a dolga, vagy az a dolga, hogy elmagyarázza a választópolgároknak, hogy bizony ez így ebben a formában semmiféleképpen nem. Hát pedig nagyon úgy tűnik, hogy a háború elhúzódik, legalábbis erre lehet számítani a jelenlegi helyzetben, és ugye a műsor első felében is beszélgettünk arról, hogy hogyan alakul a fegyverszállítások ügye Ukrajnában, és ebben a vonatkozásban a Leopard tankok ügye hát okozott némi feszültséget a különböző országok között. A csernobili lezárt területen tartanak hadgyakorlatokat ezek az ukrán egységek. Nyugati tankokra van szükségünk, amiket támadásra lehet használni, mondta az ukrán egyesített erők parancsnoka. Eközben továbbra is nyomás alatt van a német kormány, hogy Leopard 2 tankokat küldjön Ukrajnának, Berlin viszont addig nem akarja átengedni ezeket a korszerű harckocsikat, amíg az Egyesült Államok nem cselekszik hasonlóan. A jövőben is szorosan együttműködünk a szövetségeseinkkel. Attól tartunk, hogy ez a háború hosszú időre elhúzódik, és ezért fontos, hogy Ukrajna tudja, hogy továbbra is támogatjuk, mondta Olaf Scholz német kancellár. Több EU tagország is sürgette Németországot, hogy küldjön Ukrajnának a legmodernebb technológiájú Leopard 2-esekből, illetve hogy engedélyezze más országoknak a német gyártmányú harckocsik szállítását. A lengyel miniszterelnök közben kijelentette, hogy akár még engedély nélkül is készek lennének a saját leopárdjaik átadására. Kérvényezni fogjuk Németország engedélyét ehhez, de még ha nem is kapjuk meg ezt az engedélyt, akkor egy szűkebb körű koalícióban el fogjuk küldeni a mi tulajdonunkban levő tankokat, mondta Mateusz Morawiecki. Na hát nem véletlenül mondtam, hogy komolyabb feszültségek vannak itt a Leopard tankok körül. Miért pont ez okozza ezt a feszültséget? Ugye szó volt arról, hogy milyen sokféle fegyver érkezett eddig is Ukrajnában nyugat részéről. Ez most miért okozott ilyen feszültséget? Két dolgot azért szögezzünk le, hogy itt elkezdték simfelni Németországot, most már divat szidni Németországot, amelyik úgy, mint tudjuk, nem is létezik, de ami létezik még belőle, ugye az azért óriási nagy, az egyik legnagyobb fegyverszállítója Ukrajnának, és a legmodernebb eszközöket is szállítja Ukrajnának, a Patriotokkal vetekedő fontosságú légvédelmi eszközöket, például meg magát Patriot rakétákat is. Tehát ugye ezt azért Németországról el kell mondani. Ez a Leopard 2, ez egy ilyen szimbólumá változott, mert hogy az ukrán hadszintéren, most az ukrajnai hadszintéren abban a helyzetben vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy itt nagy offenzívára, nagy orosz offenzívára számíthatunk márciusban, és az ukránok meg azt szeretnék, nem csak, hogy ezt visszaverjék, hanem ezt kvázi azt gondolom, hogy megelőzendő, egy megelőző csapást mérjenek az orosz csapatokra. És ehhez szükségük van modern harckocsikra. És a világon elérhető harckocsik közül most a legjobban elérhető modern harckocsi az a Leopard 2-es. Több mint 2000 Leopard van Európában, ami azt mutatja, hogy ez egy nagyon jó harckocsi. Tehát ugye a németekkel nem csak az a lehetőség van, hogy ők adjanak a sajátjaikból, hanem hogy a maradék 1500-ból jutassanak 2-300 harckocsit, amit az ukránok szeretnének. Ugye amit a lengyelek meg mások kilátásba is helyeztek, az angolok a saját harckocsiaikból adnak 14 Challengert, amelyik egyenértékű a Leoparddal. Két nappal ezelőtt megváltozott a német álláspont, és most már a külügyminiszter határozottan kijelentett, hogy nem fognak útjába állni annak, hogy mások ilyen harckocsikat adjanak Ukrajnának, például a lengyelek. Ez az Abrams, hogy csak akkor adunk, ha az Abrams, ez egy ilyen gyerekes dolog, ugye ezt már el is felejtik most már lassan a németek. Sok minden oka van neki, hogy nem
az Abramsok nem jók erre a célra, vagy nem van megfelelő, kevés van belőlük, át kell hozni őket alapvetően a tengeren, bonyolult az ellátásuk, más üzemanyaggal működnek, sokkal érzékenyebbek, mint a leopárdok. A leopárd az olyan, mint egy Mercedes, nagyon jó, nagyon teherbíró, nagyon jó, könnyen, viszonylag könnyen működtethető harckocsi. És a lengyelekről még el kell mondani, hogy nem csak abban állnak az élére a leopárd ügynek, amit Mazowiecki szegény a lengyel miniszterelnök mondott, hanem nagyon okosan elkezdték kiképezni az ukrán katonákat a leopárd harckocsiknak a használatára, úgyhogy még nincsen nekik leopárd harckocsijuk. Előre gondolkodva, hogy ha majd lesz, akkor mire odaérkeznek, addigra legyenek kiképzett harcosok. Itt nem sok emberről van szó. Ha 300 harckocsit kapna Ukrajna, amit valószínűleg azért túl sok nem fog annyit kapni, egy harckocsi az 3 darab emberből áll, ebből egy a vezető, tehát körülbelül 5-6-800 embernek a kiképzéséről van szó, nem olyan nagy dolog. Akkor egy picit beleláthatunk, hogy mi okozta akkor ezt a problémát tulajdonképpen, illetve mi okozhat az, hogy így megváltozott ugye Németország. A politikusok beleszólnak katonai dolgokba, az okozza a problémát, tessék beleszólni. Igazából ugye Németországnak valóban változott az állás, politikai kommunikáció szempontjából változott az álláspontja. Ugye először volt egy nagy történelmi beszéde bejelentése a német kancellárnak, és óriási pénzeszközöket is biztosítottak a Bundeswehrnek, hogy fejlesszék a képességeiket, aztán ez nem valósult meg, ennek szerintem inkább elpolitikai és egyéb más külpolitikai okai vannak. Én is úgy látom, hogy most ez elhárult, ez az akadály, a külügyminiszter világosan fogalmazott, azt mondta, hogy ha kérik, akkor megadják az engedélyt. Én is egy picit talán egy ilyen, egy ilyen szimbolikus kérdéssé vált ez a dolog, miközben ennél fontosabb határokat is átléptek már a fegyverszállítások tekintetében az elmúlt években, és az való igaz, hogy Németország a harmadik legnagyobb fegyverszállító, tehát az Egyesült Államok és a Nagy-Británia után a harmadik legtöbb fegyvert Németország szállítja. Lengyelek. És ugye nem véletlen egyébként, hogy a lengyeleknek a pozícióban mindig egy nagyon határozottan támogató és erős álláspont volt, ugye ezt megsínlette a magyar-lengyel barátság is, hiszen számos alkalommal kapott a egyébként korábban baráti lengyel kormánytól az Orbán kormány kritikát pontosan a háborúhoz való hozzáállás okán. Akkor folytassuk a háború fejleményeivel, hogy így fogalmazunk. Ugye itt elhangzott, hogy elképzelhető, hogy Oroszország részéről egy nagyobb támadásra készülnek a közeljövőben, és a brit hírszerzés is arról számolt, hogy úgy tűnik, hogy egyelőre legalábbis holtpontra került a háború. Csak nem 11 hónapja tart az orosz-ukrán háború, amely tavasszal új orosz invázióval folytatódhat. Ukrajna védelméhez nagy segítséget nyújthatnak a Németországból várható harckocsik, ezek szállítása azonban egyelőre bizonytalan. Boris Pistorius védelmi miniszter tájékoztatása szerint Ukrajnába utazik a következő 4 héten belül. Kisbenedek József azt mondta, tavasszal az ukrán hadsereg várhatóan Krím visszaszerzésére tesz majd kísérletet, amihez nagy segítséget nyújthatnak a harckocsik. Közben azonban az orosz csapatok is erőfeszítéseket tesznek az előrenyomulásra a front egy másik szakaszán. Az oroszoknak viszont más célja van, nekik a tartományoknak az elfoglalása, tehát Donbassnak, Luhansznak már ugye 95%, 98%-ban az övék, Donbassnál még ezt nem mondhatjuk el, ez kb. 80%, 70% körül van, tehát az oroszok várhatóan ebben az irányban fognak támadni. A szakértő szerint bizonytalan, hogy mi fog történni a következő napokban. Az offenzíva kezdetének időpontja elsősorban az időjárástól függ. Ráadásul a mozgósítás részeként besorozott 300 000 orosz katona kiképzése sem fejeződött még be. Hogy jussnak akkor oda? Ehhez még hagyj folytassam egy idézettel. Mert tegyek egy megjegyzést ehhez, mert félrevezető volt. Kíváncsian várom, hogy kerülnek az ukrán tankok a Krím-félszigetre. A Kercsi hídon hajóval úsznak, vagy hogyan?
Akkor folytassuk, az egy idézetet szerettem volna csak mondani, az orosz dumának az elnöke azt mondta, és hát elhangzottak erős mondatok, ugye korábban is elemeztük már ezeket, most úgy fogalmazott, hogy globális katasztrófához vezethet, hogyha a nyugati szövetségesek továbbra is fegyvereket küldenek Ukrajnába. Ez most egy erős mondat, vagy itt a tervezett folytatásban, hogy mi várható a következő időszakban, tervezett támadások vonatkozásában tényleg elképzelhető egy ilyen globális katasztrófa? Az erős mondatokat azt hiszem, hogy sajnos megszokhattuk március óta, hiszen nem csak a fronton zajlik a háború, hanem az információ és a dezinformáció világában megszokhattuk Medvegyevtől a legerősebb mondatokat Oroszország részéről, de hallottunk már Bidentől olyat, hogy Putyin tömeggyilkos, és több európai vezető is olyan kommunikációs stratégiát indított el és vezetett be, amit korábban nem nagyon hallottunk, még háborús helyzetben sem. Jobb lenne, hogyha köznapi néven a szájkarata helyett inkább a diplomáciával és a béke felé irányuló tárgyalással foglalkoznánk, de természetesen nem csak kifelé üzennek a politikusok, hanem befelé is, és amire egyébként professzor úr az előbb célzott, nagyon érdekes, hogy a katonai vezetők, a katonai szakértők, akár vezérkari főnökök, vagy a vezérkari főnökök vezetői, mint például az Egyesült Államokban, máshogy kommunikálnak, mint a politikusok, hiszen más a közönségük is. A politikusok azt mondják, hogy minden áron, bármeddig, amíg csak szükséges, mi Ukrajna mellett állunk, viszont látunk nagyon komoly, nem csak nyugalmazott vezérkari főnököket az Európai Unió részéről, az Egyesült Államok részéről, akik azt mondják, hogy már aggodalmukat is kifejezhetik a fegyverszállítással kapcsolatban, de hogy Kissinger mondta, tudjuk, a külpolitika, belpolitika, most ezt látjuk például Németországban, és a német kormány is, ha nem is 180 fokot fordult a tavaszi álláspontjához képest, de korábban egy zöld, liberális, szociáldemokrata koalíció, egy pacifista koalíció részéről elképzelhetetlen lett volna, hogy Leopard szállításokról beszél. Ugye az minden esetre szintén elhangzott, hogy Oroszország... Hát azért azt is tegyük hozzá, hogy az elmúlt 70 évben nem is támadtak meg egyetlen országot sem Európában. Tehát ez így jól hangzik, de hát alapvetően a körülmények változtak meg, és a körülmények változására természetesen a politikusok is reagálnak. És én azt gondolom, hogy ebből kell mindent levezetni, hogy is én arra kíváncsi lennék egyébként nagykövet úr részre, hogy arra adjon egy utat, hiszen ő nemzetközi tárgyalástechnikát is oktat, hogy hogyan kell elképzelni ezt a békerre való törekvést. Tehát, hogy itt most hogyan kellene itt a kölcsönös tiszteletet megadni egymásnak, az oroszoknak, akik éppen ott lövik halomra az ukránokat, akik honvédőháborút folytatnak. Tehát, hogy kell azt elképzelni, hogy lesz ebből egy olyan kompromisszumos, először tűzszünet, utána pedig egy olyan béke, amire egyébként joggal utalt, hogy amit mindenki tiszteletben tart, legalább egyfajta kompromisszumként, mert ez nagyon jól hangzik, és könnyen eladható természetesen akár a választópolgárok irányába is, de hát ugye nem kell több fegyvert szállítani, azt kérem értse mindenki jól, ez azt jelenti, hogy az oroszok megverik az ukránokat. Ez ezt jelenti, hogy ne tévedjünk. Tehát amikor azt kritizáljuk, hogy sok fegyvert szállítanak oda, meg ez meghosszabbítja a küzdelmet, igen, abban az értelme, igen, hogy az ukránok meg tudják magukat védeni hosszabb időn keresztül. Ez ezt jelenti. Aki azt mondja, hogy nem kell fegyvert szállítani, mert ez eszkalálja a helyzetet, meg a nyugatnak se kellene mennyi fegyvert odavinni, meg lőszert, az amellett érvel, hogy az oroszok hagyjözzék már le az ukránokat, és akkor legyen már ilyen formában ennek vége, ennek a dolognak, és én szerintem joggal érthető talán így ebből az aspektusból, hogy azért az ukránoknak ez az annyira nem tetszik, hogy az oroszok bejönnek tankkal, lelövik a fiaikat, meg a férjeiket, és utána még ott is maradnak a saját országuk területén, és ez még vágjanak jó képet is. Tehát én kíváncsi lennék erre, mert a Szijjártó Péter miniszter úr sem mond ennél soha többet, hogy én békét szeretnék. Tudják mit? Én is békét szeretnék. Ön is békét szeretne. Csak az a nagyon nehéz kérdés, hogy ez a béke egyre nehezebbé, már egyáltalán a lehetőség egyébként helyesen utalt ön többször, vagy többször utalta rá, tehát hogy igen, de akkor mi a megoldás? Miért nem mutatja például Orbán Viktor ezt a arcát? Tehát Erdogán minden egyes alkalommal fölajánlkozik a török elnök, hogy ugye ő szívesen segítene, akkor miért nem veti latba Szijjártó Péter barátságát Lavrov külügyminiszter irányába, hogy
folyamatosan arról tárgyaljon, hogy hát hogyan lehet békét kötni, vagy az miniszterelnök ugyanezt a Putyin elnök irányába. Tehát megy egy stratégiai kommunikáció a magyar kormány részéről, és mondom, belpolitikai használatra, de kevés cselekedet van. Van egy érdekes fejlemény, most ezzel szeretném folytatni, amit lehetett a sajtóban is olvasni és látni, hogy hát ugye Moszkvában, az orosz fővárosban egyfajta készülődés zajlik, mert hogy a kormányzati épületeknek a némelyikére bizonyos ilyen védelmi eszközöket telepítenek. Nézzük meg, hogy mi is történik pontosan. Noha az orosz-ukrán front még jó pár száz kilométerre van az orosz fővárostól, egyfajta háborús készülődés vette kezdetét, ugyanis csendben a kormányzati épületek némelyikére védelmi eszközöket telepítettek. Az orosz kormány már Moszkva bombázásától tarthat, másokat egyelőre nem látni arra, hogy miért telepítettek önjáró légvédelmi rakétarendszert a magasabb kormányzati épületek tetejére az orosz fővárosban. A rakétarendszert óriási darukkal emelték fel legalább két épület tetejére, köztük a Védelmi Minisztériuméra. Egy másik twitterező szerint pedig pánik lett úrá az orosz állam központjában. Ahogy ezen a képen is látszik, az 1990-es években tervezett légvédelmi rendszereket több moszkvai épület tetejére felhúzták. Na hát adja magát a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, hogy felhúzták. Én majd két mondatban reagálhatok egyébként nagyon kiváló és tényleg releváns felvetéseire elnök úrnak. Az egyik az alkalmazkodást, amit a német koalíció kommunikációjának, belpolitikájának és külpolitikájának a változására mondott, még tanítom is, az alkalmazkodás evolúciós túlélési tulajdonságunk, ha nem tudunk alkalmazkodni, nem tudunk tárgyalni. Mindenkihez alkalmazkodunk, a balott szomszédhoz, az alkoholista nagybácsihoz, vagy akár a Kremlhez. Egyetértek, ha alkalmazkodik egy kormány a megváltozott körülményekhez, az tehetséges. A béketárgyalásokkal kapcsolatban pedig rossz hírem van, ennél nehezebb nincs a világon. Tehát William Ury, amikor megalkotta a Harvardon, azóta úgy hívják ő a tárgyalási bibliát, az első pillére a könyvének az volt, hogy nem tudjuk leválasztani a személyt a problémáról. Nagyon nehezen tudunk úgy egy asztalhoz ülni, hogy utáljuk egymást. És a béketárgyalás a legnehezebb. Aki felgyújtotta a falumat, ahol születtem, vagy a honfitársaimat megölte, nagyon nehéz kompromisszumot kötni. Én ezért is mondtam a műsor elején, én nem tudom azt mondani, nem is mondhatom, hogy mondjatok le a Krim félszigetről, vagy adjátok át Donbaszt. Ezt nekik kell eldönteni. Ami fontos, hogy addig se halljanak meg se orosz, se ukrán katonák, nemhogy civil lakosok. Ezért gondoltam azt, hogy tűzszünet, és utána kezdődjön el a tárgyalási foci. Na de akkor... Ez egy megjegyzésem, hogy legyen jó. A tűzszünetet az oroszok szeretnék most nagyon, annak érdekében, hogy zavartalanul fölkészüljenek a márciusi nagy offenzívára. Tehát ha most tűzszünetet hirdetnénk, az egyértelmű Putyin politikájának a támogatását jelenteni, és sajnálatos módon egy személyes megjegyzés hagyta én, már csak koromnál fogva is, ugye több béketárgyaláson vettem részt. És hadd mondjam el a tapasztalataimat, hogy a béketárgyalásoknak van egy időpontja, amikor el lehet kezdeni. Előtte nem szabad, utána meg már nagyon sokat késik az ember. Ha előtte kezdem el, akkor kudarcot vallok. Ha meg nem használom föl a megfelelő pillanatot, akkor is kudarcot vallok. Tapasztalataimból adódóan azt kell mondanom, hogy még nem jött el az ideje ennek, és még egy jó darabig nem is fog. Nem tudom megmondani, hogy... Nem is bátorkodtam volna megkérdezni. Majd jövök és elmondom, ha látom. De akkor csak gyorsan... Ezt mondta a NATO-t főtitkár egyébként Davosban. Annak ellenére igaz egyébként. Csak gyorsan, és kíváncsi vagyok a véleményére, hogy ez a fajta rakétarendszer telepítés itt, ennek mi a háttere? Mi lehet ennek? Két dolog, ugye egyrészt propaganda, tehát ez az orosz lakosságot be kell bizonyítani, hogy a rohadt ukránok fenyegetik Oroszországot, ezt be kell bizonyítani. Másrészt meg azért annyi valóságtartalma van, hogy ugye a szovjet hadipar jó része Ukrajnában volt, és nem tudjuk, hogy az ukránoknak mi van a zsebében. Mert már előhúztak néhány olyan fegyvert, amire nem gondoltunk. Tehát például a Moszkva nevű hajónak a megsemmisítését, ugye ezt egy ukrán fejlesztésű rakétával hajtották végre. Nem tudtuk, hogy van. Az amerikaiak se tudták, hogy van nekik ilyen rakétájuk. És az oroszok attól is félhetnek,
talán egy kicsit még korán, hogy esetleg valamit előszednek az ukránok ott valamelyik bunkerből, és megeresztik Moszkvára. Nem tartom valószínűnek, de mondjuk legalább 10-15% ebben azért közrejátszik. Hát az biztos, hogy az kiderült ebből a műsorból is, mert a korábbi beszélgetéseből, hogy valóban a háború egészen biztosan folytatódik még, úgyhogy meg biztos beszélünk majd még erről. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták a véleményüket. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, maradjanak továbbra is itt az ATV-n, mert kezdődik a csat Egri Viktor vezetésével. Önöket pedig holnap találkozunk újra a szokásos időben, 3:49-kor. Szép estét kívánok, viszontlátásra!